köszöntöm Máj Miklós nagytisztelt vasszapot, Keleskei Miklós nagytisztelt. Köszöntöm Magyarország Washington nagykövetét és Szakári Györgyöt, és Vejsz Ákos a követség képviselőt. Nagy megtiszteltetés számunkra együtt ünnepel. Üdvözlöm az amerikai és magyar egyesületek vezetőjét, Kicsi Foszkus Ferenc-et, az amerikai magyar szövetségi elnökét, Nagy Ákos a szövetség országos bizottságának elnökét, Ryan Lawson, szintén bizottság elnökét, Bárcai Sárit, a Washington Magyar Cserkészek vezetőjét, Gál Anikót, a Washingtoni Kulturális Élet egyik jól ismert vezetőjét. Bagdi Zoltán vagyok, az Amerikai Magyar Szövetség egyik társadalmat. Átadom a szót Szabály
is szeretni és kifejezni a vastagú magyarság köszönetét a nagyon sok magas színvonalú kulturális és más események rendezésével kapcsolatban. Szükségünk van erre, és hálásak vagyunk, hogy a követség olyan jó módon kezeli ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen! Tisztelt alakításaim! Mielőtt elmondanám, hogy olvassa a rövid köszöntőmet, fölolvasom a külhoni magyarokhoz intézett köszöntőjét Orbán Viktor miniszterelnökünknek. Tisztelt honfitársaim! Köszöntöm Önöket az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmát. Ez a nap a magyarok napja. A magyar nemzet 1848. március 15-én kinyilvánította összetartozását. Kinyilvánította, hogy a saját útján akar járni, irányítani akarja saját életét és szabadságot akar, hogy maga dönthessen saját idejét. Ma már van saját nemzeti alaptörvényünk, saját nemzeti gazdaságpolitikánk, amely révén a magunk lábán állunk, egyesítjük a világban szétszórt nemzetünket, és vannak saját erőből megvalósított eredményeink, amelyeket senki sem kérdőjelez meg. Az előttünk álló április 6-i magyarországi parlamenti választás történelmi lehetőség mindannyiunk számára. Elérhetünk a magyar nemzet új korszakában, amelyet az elmúlt évek közös erőfeszítéseivel teremtettük meg. A most létrejött Magyarország ülés hivatalosan is nemzeti parlament lesz. A magyar nemzet egészét fogja képviselni. Magyarország most azt kéri Önöktől, hogy éljenek a választás jogával és lehetőségét. Rég voltunk ilyen közel ahhoz, hogy erős országunk és erős nemzetünk legyen, mint most. Megdolgoztunk, megküzdöttünk érte. Kérem, ne feledjék, magyarnak lenni egyet jelent a bátorságot. Legyünk hát bátrak, mint a 48-as magyarok voltak, és mutassuk meg a magyar nemzet erejét, egységét. Érjen a magyar szabadság, érjen a haza, Orbán Viktor. Kedves honfitársaim, kedves barátaim! Március 15-ének különleges jelentése van nekünk magyarokban. Része a kollektív emlékezetünknek, és március 15-e és az utána következő történelmi események a mai napig lelkesítenek és inspirálnak minket. Jó okkal, mert március 15 a szabadság ünnepe, a magyar szabadság. Ez egy felemelő és boldog ünnep, amelyet mi magyarok hoztunk létre saját magunk. Amikor 1848-49-re emlékezünk, akkor a magabiztos és bátor polgárok sikerére emlékezünk, akik a saját kezükbe vették sorsuk irányítását, és nem hagyták, hogy bárki más helyett döntse el, milyen országban akarnak élni. 48-49 nem az első és nem is az utolsó eset a magyar történelemben, amikor magyarok összefogtak és harcba szálltak a szabadságot. Bátran állíthatjuk, hogy a modern magyar nemzet a márciusi események nyomán született. Nem csak a modern politikai nemzet született meg akkor, hanem a demokratikus magyar politikai tradíció is. A 19. és 20. század eseményes történelmében a 48-49 mindig megmaradt referenciának, amelyhez újra és újra visszatértünk inspirációként. Így volt ez 1956-os forradalom és szabadságharc idején, és így volt ez 1989-ben a kommunizmus békés úton történő megbukkadásakor is. Március 15 arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy nem kell zsarnokságban élni, hogy a szabadság és méltóság iránti vágyunk legyőzheti az útjában álló magadat. Érjen a magyar szabadság, érjen a haza! Thank you.
ifjú Kozorús Ferenc angol nyelvű beszédét fogja elmondani. Mr. Ambassador, Minister Felegi, and dear friends, I'm going to stray a little bit from my usual presentation about Kosher. His trip to the United States is immaculately elegant and articulate speaking addresses to our nation here. I thought I'd share with you some thoughts, some unusual thoughts, and you probably gather that from the title of my brief presentation, Dead White Men and We Shall Overcome. What the heck was I thinking about? Well, when I came up here to campus to secure this room for our presentation this afternoon, two thoughts came to my mind. And as some of you may know, I attended the American University here during the radical 1960s. Well, at that time, there were a number of students, and interestingly enough, even some faculty members, who said, well, why are we studying about dead white men? In other words, they were rebelling against the study of history. For them, history and its lessons was irrelevant. They were out there to change the world. They were out there to stop the war in Vietnam. They were out there to make a revolution. As I continued my walk back to my car with my meeting downstairs, a thought came to mind that perhaps some of our members in our community, especially the younger generations, question, why do we come together every March to talk about Cushing and events that happened a long time ago? And then I was reminded that knowing about our specific, special history gives us a sense of identity. And as psychologists and sociologists remind us, we gain a sense of positive self-esteem from our identity group, which furthers a sense of community and belonging. Now you couple that benefit with Hungary's specific history, and in one short sentence, Theodore Roosevelt on April 2nd, 1910, in Budapest, summarized Hungarian history as follows, and I quote, "There is no more illustrious history than the history of the Magyar nation. The whole civilized world is indebted to Magyar land for its historic deeds." Another reason, in addition to this personal reason, self-esteem, that we come together and celebrate together, commemorate together. And here, please do not misinterpret what I'm about to say. I'm not campaigning for any Hungarian political party or movement, but it is with great disappointment and immeasurable sadness that we witness as some go to extraordinary lengths to needlessly tear down the image of Hungary and Hungarians, both in Hungary and in the United States. Our self-esteem, our sense of identity, cannot allow for us to sit on the sidelines and watch helplessly. But what does this have to do with our commemoration of 1848? Well, in combating falsehoods and the blackening of history, we can draw upon the example of Hungarian patriots, such as Kossuth. And indeed, Kossuth was here between December 1851 and July 1852. He gave over 300 speeches throughout the land, eloquently. He talked about Hungary's quest for freedom, Hungary's love of liberty and justice. His example, therefore, can inspire us all. Ladies and gentlemen, as Americans, we have the right to speak freely. We have a right to assemble. These are powerful tools in the campaign for truth. Without whitewashing the tragedies of Hungarian history, such as the Holocaust, let us actively live with these freedoms and counter those who would rob us of our illustrious history. The second event that came to my mind as I was walking through the parking lot here occurred on April 4th, 1968, 49 years ago. This hall was filled with students, with professors, as we were gathered in this very room to mourn the death of Martin Luther King, who had just
As we concluded the ceremony, and you can imagine, the lights were dim, the candles were flickering, tears were flowing, we sang, "We Shall Overcome," a protest song that became a key anthem of the civil rights movement in the 60s. I'm not going to read the entire stanza, the entire song, but let me share with you a few stanzas. "We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, we shall all be free. We shall all be free. We shall all be free someday. Oh, deep in my heart, we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday." While we were standing here singing this song, hundreds of us, a thought came to my mind. And I thought to myself, what our community, what our American Hungarian community could accomplish if we could hold each other's hand, work together for the common weal. Dear friends, we can. I'm going to ask you to please stand up for a minute. Everybody, please stand up. Reach out to your neighbor, hold their hands, and think about rededication, issues that we have to address together as a group. Thank you very much. Today, we still have issues we have to address. There's discrimination against the Hungarian minorities that is still a relevant issue today. We are especially concerned about the minority in Kapas. It's very dangerous in tumultuous time. We have the image issue that I discussed with you, many, many more. It requires us to come together as a group and work together as a group. I'm very happy to announce that this year, the American proceeds from the American is going to be set aside, a portion of the proceeds will be set aside, in the hope that we'll be able to establish a house, purchase a house here in Washington, D.C., in Magyarha, that will be available to everyone, all groups and individuals. So today, when we leave, let us leave with a deep sense of gratitude for our illustrious history and the heroes such as Bushing who made that history possible. Let us also leave by drawing on their example and rededicating ourselves to selflessly serve our communities and our causes. Thank you very much. Yes, I get to put the silo in the lamp, but I'm aiming.
dead. After this, the times of Lord as the Zenit Aki made him to the earth for Janma. Iparos legények között ott voltak már a vásárra érkezett
legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek, haltak, szolgafölben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Se honnai bitangember, ki most ha kell, halni nem mer. Kinek drágább úgy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk. Ki de veled régi kardunk? A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázat. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaim domborulnak, unokáim leborulnak. És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Nem véletlen tehát az sem, hogy az utókor milyen jeles napokat,
milyen történéseket emel az ünnep a nemzeti ünnep szintjére. Nekem személy szerint március 15-e a legszebb magyar ünnep. A megújulás, a szabadság, az új Magyarország és a modern magyar nemzet ünnepe. Nem véletlen, hogy az elnyomó hatalmak mindig féltek tőle, mindenkorban így volt ez. Emlékszem fiatal korunk március 15-i hivatalos és nem hivatalos ünnepségeire. A kádári hatalom félelmére, a rendőrség és a munkásőrség kivonulásaira, amelyel az ellenünnepes akarták magukat elhozni. Nem véletlen, hogy a fiataloknak március 15-e volt a nemzeti ünnep csupa nagybetűvel, hiszen március 15-e cselekvő remény ünnepe. A reményét, amely március 15-e zászlajára mindenek előtt a szabadságot írta fel. Az egyes ember szabadságát és a magyar nemzet szabadságát. Függetlenség az országnak, szabadság a nemzetnek és szabadság mindenkinek. Nem véletlen, hogy a forradalom, majd a magyar szabadságharc során Közép-Európa szinte minden nemzete adott harcost, mégpedig szabadságharcost a magyar ünnep. Lengyelek, szerbek, horvátok, osztrákok, németek együtt harcoltak velünk magyarokkal, az osztrákok és az oroszok ellen, és ne felejtjük, hogy 20 000 zsidó hazafi is ott volt a magyar szabadságharcosok között. A szabadság, a szolidaritás nem ismer, nem ismerhet határon. Március üzenete egyértelmű. Mindig és mindenhol hallatunk kell a hangunkat, tennünk kell, ahol országok függetlenségét, nemzetek szabadságát, vagy az emberi jogokat sérelem éri, veszély fenyegeti. Akkor vagyunk hülyek önmagunkhoz, akkor vagyunk méltó örökösei március nagyszerű eszméinek és áldozatvállalásának, ha ezt megteszünk otthon, és megteszünk külföldön. Mi, magyarok, megtanultuk értékelni a szolidaritás erejét 1848-49-ben és 1956-ban is. Mint ahogy fontos volt számunkra Amerika támogatása, az 1970-es és 80-as években magyar kisebbség jogai melletti kiállása. A szabadságharc népeként aggodalommal és teljes szolidaritással kell fordulnunk Ukrajna felé is. Nem csak az ott élő magyar közösség védelmében, nem csak azért, mert a határaink mellett évtizedek óta nem tapasztalt konfliktus jelent meg, hanem mert a szabadság és a demokrácia országa, a szabadság és a demokrácia népe. Ebből az erőből kell merítenünk, és kiáll ma is testvéreink mellett, a magyar közösségek mellett, legyen szó nyelvhasználatról, autonómiáról, vagy az anyanemzethez való tartozás jogáról és a kettős állampolgárságról. Személy szerint büszke vagyok arra, hogy tagja voltam annak a magyar kormánynak, amely nem csak beszélt róla, de meg is valósította a nemzeti összetartozás koncepcióját és a kettős állampolgárságot. 1848 forradalma utat mutat. Ha a helyzetünk azt követeli, megalkovás nélkül szembe kell szállnunk akár a legnagyobb hatalmakkal is, hogy kivívjuk vagy megvédjük szabadságunkat és szuverenitásunkat. Ezt az utat jártuk 1848-49-ben, ezt az utat jártuk 1956-ban is, és nem szabad letérnünk erről az útról a 21. században sem. A kommunista diktatúra bukásával Magyarország visszakerült a szabad és demokratikus országok világába. Éppen idén lesz 15 éve, hogy csatlakoztunk a NATO-hoz, és 10 éve, hogy teljes jogú tagként beléptünk az Európai Unióba. Országunkat nem fenyegeti olyan veszély, amely katonai szabadságharcot követelne meg. A katonai politikai megszállási rendszert megtestesítő Varsói szerződés, vagy a gazdasági szuverenitást eltörlő KGST ma már a múlthoz tartozik. A szuverén nemzeti politika kérdése azonban ma is égető kérdés. A gazdasági vagy pénzügyi függőség sokszor teremthet olyan helyzetet, amely egy ország nemzeti érdekeit hátrányosan érinti. Teremthet olyan helyzeteket, amely során gazdasági és pénzügyi döntéseket nálunk erősebb hatalmak diktálnak, vagy kényszerítenek ránk. Ez még akkor is előfordulhat, ha a kényszert piacnak, a kényszerítő döntést pedig piaci magatartásnak hívjuk, vagy hívják. Ezért, amikor függetlenségből és szuverenitásról beszélünk, akkor ezekre is gondoljunk. Magyarország érdeke az, hogy az ország jövőjét meghatározó stratégiai gazdasági döntések ne külföldi vállalati központokban szülessenek, hanem saját hazánkban. Alapvetően fontos,
bármely más partnerünkkel való kétoldalú kapcsolataink keretében. Oda kell figyelnünk partnereink és barátaink véleményére, de nem kell elfogadni kiokulást. Fontos, hogy lássuk. 1848 forradalmát katonailag leverték, de 1848 lényege győzött. A gyász, az aradi gyilkosságok, a hosszú elnyomás és a terror árnyékában is Magyarország a jövő útjára lépett. 1848-ban levert forradalom, de nem vesztes forradalom volt. A kommunizmus évtizedei alatt alakult ki a vesztes forradalom hamis koncepciója. 1848-49 az egyik legsikeresebb szabadságharcunk volt, amelynek céljai 18 évvel később teljesedtek ki a kiegyezéssel. A kiegyezés soha nem látott fellendülést hozott az ország életében, és kezdetét vette a boldog békeidő, amit ha nem szakít félbe az első világháború, akkor talán a mai napig is tarthatunk. Ezt az eredményt a forradalom nélkül bizonyosan nem tudtuk volna elérni. Ez azt is bizonyítja, hogy a történelmi fordulópontok mindig sok arcúak. 1848 és 1849 és a kiegyezés jól mutatják, Kossuth, Széchenyi, Batthyány, Petőfi és Deák ugyanannak a szabadságvágynak a különböző arcai voltak. Mindannyian a magyarság érdekeit szolgálták, mindannyian a jövőt és a reményt testesítették meg, még akkor is, ha sok mindent különbözőképpen képzeltek el megvalósítani. Mindig irigyeltem az amerikaiakat, ahogyan történelmük őseit, kiemelkedő alakjait tisztelik, mai pártállástól függetlenül. Az ember ellátogat az Arlingtoni Nemzeti Temetőbe, és azonnal látja, érzékeli az amerikai nemzeti egység lényegét. Ez biztosan meg kell tanulni tőlük. Nekünk is. A katonai vereség és az elnyomás sokakat kényszerített emigrációba. Kossuth világszerte jelképe lett a szabadságnak, a magyar szabadságnak. Miután Magyarországon már nem volt lehetősége, külföldről segített a magyar ügyet és képviselte azt a világban. Számomra ennek az az üzenete, hogy Magyarországért nem csak Magyarországon lehet sokat tenni. Attól még, hogy valaki nem Magyarországon él, fontos Magyarország számára. Ez az alapja a Hungarian Initiatives Foundation-nek. Ez a felfogás és hit vezetett, amikor felvállaltam az alapítvány kialakítását és megvalósítását. Az összetartozás nincsen és nem lehet feltételekhez kötve. Van, aki fiatalon emigrált, van, aki már külföldre született, de szerencsére ezek a tények a jövőben már nem fogják gátolni az összetartozás szándékát, Erdélytől Kárpátaljáig, vagy a Felvidéktől Ohioig. Büszke vagyok arra, hogy mindez az alatt a kormány alatt válhatott valósággá, amelyben szolgálhattam, és hogy ennek a valóságnak a tevékeny alakítója lehetek most. 1848 legfontosabb tanulsága számunkra, különböző habitussal rendelkező emberek, különböző elképzelésekkel harcoltak egy közös célért, Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. A fiatalság Petőfiékkel az élet, Széchenyi István a legnagyobb magyar, és az őt követő, fontolva haladók, Dejákkal a hazabölcsével az élet, mindannyian Magyarország sorsának jobbra fordítását tűzték ki célul. A fő üzenet, az én megértésem szerint az, hogy egymással szembeni ellenérzéseket, ellentétes elképzeléseket, még ha komoly kompromisszumok árán is, mindig tudnunk kell félretenni, ha egy nagy közös cél eléréséről van szó. Köszönöm megtisztelő figyelmet!